Na, igen, mennyire lehet megvesztegetni a vizsgabiztosokat? Nem zavar, hogy Edinának régebb óta van jogosítványa? Hát ez egy olyan dolog a kapcsolatban. Sziasztok, én Bence vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan sikerült megszereznem 3 év után, nem tudtam belejúlni a zsebembe, 3 év után a jogosítványomat. Yeah! A legeslegelején gyorsan el szeretném mondani, hogy ha szeretnétek a közeljövőben az első autónkról videót, ha szeretnétek, hogy az be legyen majd mutatva a csatornán, akkor nyomjátok meg a lájkot. 7350 like, és csinálunk majd róla videót. Amúgy már nézegetjük, de még nem árulom el, hogy milyen. De ez a videó arról fog szólni, hogy hogyan sikerült közel 3 év alatt megszereznem a jogosítványomat, hogy mi az én sztorim, ezután pedig a videó második feléig is érdemes itt maradni, mert a jogosítványon kapcsolatos kérdésedekre fogok válaszolni, és az általányos. El tudom képzelni, hogy 2-3 év múlva esetleg belekerülök egy enciklopédiába. Dolgokat is elmondom ezzel kapcsolatban. Alapesetben a jogosítvány megszerzése 3-4 hónapot ölel fel, 3 állomása van. Az első egy KRESZ vizsga, ha ez sikeres, akkor utána a forgalmi vizsga, és eközben az egész folyamat alatt valamikor el kell még végezni egy első segély oktatást is. Nem kell ez úgy, hogy ez benne van az ember vérében. Plusz orvosilag alkalmasnak kell lenni, amit még a legelején felmérnek. 2017-ben már játszottam a gondolata, hogy nekem azért kéne jogosítvány, akkor még vidéken éltem. Ebben az időtájban találkozgattam Erikével is, aki itt ül most a kanapén. És őt is próbáltam fűzni különböző dumákkal, hogy a kedvedé lerakom a jogsit, meg ilyenek. 3 évig nem sikerült, mert amúgy az van, hogy kioffolt, úgy voltam vele, hogy akkor nem vezetek. Ennyi. Azt hiszem, online elkezdtem így tanulni a KRESZ, de vizsgáig nem jutottam el. Hát egy megfontolt 2 év gondolkodás után 2019-ben sikeres KRESZ vizsgát tettem. Elkezdtem vezetni, hogy megjelent a vírus az országban az első hullám. Nem, az nem jó. Dehogy is, miről össze-vissza mondom? Elütöttek, nem? De az volt 2019. november végén. Elütöttek, az a lényeg, hogy egy 7 hónapra pihentem még itthon, megint megállt a jogsi folyamata, de ez nem tántorított el engem, mert most júniusban elkezdtem újra vezetni, majd ezt követően a vírus helyzet olyan szintre jutott, hogy nem lehetett vezetni, nem olyan régen lettem két, egy hónapja forgalmiztam szerintem kb. Az a lényeg, hogy meglett a forgalmi vizsgám, ezek után pedig mondom, na nincs más hátra, mint előre, megcsinálom az elsősegély vizsgát, és majdnem megbuktam. Mert olyan kedves volt a vizsgáztató úr, hogy a kihúzott 2 tételem utáni extra kérdésekkel bombázott. Mindegy, de nem sikerült megbuktatni a bátyját, az is meglett elsőre. Ezek után pedig az okmányirodába kellett volna már csak elmenni, hogyha Hernádi Bencének meg lett volna az egészségügyi alkalmassági papírja, ami nem volt meg. Úgyhogy még egy plusz egy hetet csúsztunk, mert el kellett menni a papírra az autós iskolába, új időpontot kérni, elmenni, kiváltani a jogosítványt, ahol a lehető legjobb kép készült el rólam valaha. És utána kb. Egy héttel megérkezett a jogosítványom. Meg tudom nektek mutatni. Itt van! Na, kimegyünk ezzel fagyizni? Ez én sztorim az ennyi. Ilyen kis szerencsétlenkedős, most pedig a ti általatok feltett kérdésekre fogok válaszban beszélni. Ja, amúgy mondom, Helcsó termékek oldalon a női pulcsikra hatalmas akciók vannak, ott a link a leírásban. A legelső kérdés az az, hogy valamiből megbuktam-e, szerencsére nem, úgyhogy erre a válaszom ennyi. Viszont ami tanácsként tudok adni nektek, hogy tényleg vegyétek komolyan, mert nagyon könnyen meg lehet bukni az összes fázisban. Első segély vizsgát félváról veszed, ott is nagyon hamar megbuksz. Az előttem lévő gyerek 1 perc alatt bukott olyat, hogy azt hittem, hogy kiesek én is a teremből. Mennyibe került összesen? Hát ez egy olyan kérdés, hogy ez 1 meg 1 millió... Nem 1 millió, hanem hogy nagyon sok fajta van. Igazság szerint nem tudok erre pontos összeget mondani, mert az autós iskolánként változik, mindenhol más óra díj van, ami viszont általános, hogy 30 órát kell vezetni, és 550 vagy 570 kilométert nem tudom, és ezen felül az oktatód még mondhatja mindig azt, hogy bátya, nem megy, úgyhogy még gyakorolnod kell, és pénzért plusz órákat kell venned, meg fizetni kell ugye a KRESZ-ért is, fizetni kell az első segélyért is. 150-től 250 ezer forintig terjedő dolog, de inkább a 250 felé húz, én úgy gondolom. Szépség! Okoztál-e már balesetet? Nem, egy hete van jogsim, úgyhogy meredek lett volna. Félek-e a balesetem miatt? Nem. Aggódtam a balesetem után, amikor először mentem vezetni, akkor gondolkoztam, hogy lesz-e bennem bármilyen belső para emiatt, de nem volt szerencsére, mert ugye
én a másik oldalán voltam a szituációnak, tehát nem én okoztam autóval balesetet, hanem engem ütöttek el, úgyhogy a vezetés alatt semmilyen hatását nem érzem ennek. Milyen autód van és hány lovas? Akkor mit kell még tudni, mik ezek a bödörök? Nincsen autóm. Nulla lovas. Jó fej volt az oktató, nagyon, de ez nagyon változik. Edinának és Gabinak például nem volt annyira jó fej. Álomautód van-e? Van, nyilván, de nem ilyen irreális, hogy Ferrari-ban szeretnék járni a Vácin. Annyi a célom, hogy most legyen egy megbízható kis autónk, amit tudunk használni Edikével, utána pedig, amikor jönnek a babák, akkor egy biztonságosabb, nagyobb valami SUV, de semmilyen márka izé, hogy én nekem csak X meg Y tetszik. Igazából ennyi. Na, igen, mennyire lehet megvesztegetni a vizsgabiztosokat? Ez egy olyan dolog, ami talán a legjobban felmerülő kérdés a jogosítványal kapcsolatban. A 40 ezer lesz az összes. Mi nem végeztünk, ki kérdezte, hogy mennyi lesz, azt hiszed nincs pénzem? 15. Mindjárt lefejelek. 15-ben tartozol! Jó van! Én itt is a saját tapasztalataimat, hú, de sok volt az S betű. A saját tapasztalataimat tudom megosztani, nekem ezt felsodobták, mint opciót. Én meg nem mertem megkérdezni, hogy hozzak egy 20-as bátyja. Én nem tudom, biztos vannak autós iskolák, ahol ennek van módja, de nem tudom ott is, hogy ez hogy működik. Szerintem, hogyha olyan nagy hibát csinálsz, akkor annak ellenére is megbuktatnak, hogy adtál pénzt, vagy nem tudom, én nem adtam, úgyhogy eladó a kocsid, miért ezt vetted, mennyiért vetted? Ezt gondoltam, bevágom ezt a kérdést, mert ezt nem tudtam feldolgozni. Megszex, egy csomó szabályt, kigyűlik a pontod. Nem zavar, hogy Edinának régebb óta van jogosítványa. Hát ez egy olyan dolog a kapcsolatban, ami sokaknak furcsa, hogy Edina a lány, és én meg a fiú, és neki már 4 éve van jogsia, nekem meg nem volt, de szerintem mi mind a ketten modern gondolkodásúak vagyunk, és nem gondolnám, hogy ezeket ennyire szerepekhez kéne kötni, hogy mindig csak a férfinak lehet jogsia, és a nők azok nevezessenek. Edina nagyon jól vezet, neki fontosabb volt, neki előbb meglett, nekem később, de emiatt ő nem tart engem kevesebbnek, és én sem tartom őt többnek, tehát ez egyáltalán nem volt semmilyen hatással a kapcsolatunkra. És a következő kérdés ide kapcsolódik, az, hogy Edina féle mellettem, erről csak ő tud nyilatkozni, de mondom, nem vezettem még sokat, de egyelőre azt mondta, hogy ügyes vagyok, de nyilván majd, amikor keresztbe rakom a racséba a Vácin, akkor nem tud majd mit csinálni. Félsz? Jaj, miért félni, hát úgy vezetek, ha ehe. Oké, következő. Nincs következő? Na srácok, lányok, összességében ennyit szerettem volna erre a videóra. Szombaton is érkezünk egy közös videóval, úgyhogy mindenképpen nézzétek a csatornát, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, 7350 lájk, és lesz az első autónkról videó. Csókollak, pulcsit ne felejtsétek, ott a link a leírásban. Találkozunk a következő videóban. Bence voltam, Bence leszek, Bence maradok. Cső! Most pedig jó hangulatban megvárjuk azt a 4 óra 20 percet, ameddig lejár a mosógép centrifuga funkciója, mert a barátnőm úgy gondolta, mos egyet.